Tisztelt tagság, kedves kollégák! Először is engedjétek meg, hogy megköszönjem, hogy a tavaszi munka idején ilyen szép számmal összejöttünk, és egyúttal tisztelettel köszöntsem a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet nevében Erdős Norbert európai parlamenti képviselőurat. Az Európa Parlament Halászati Szakbizottságának a tagját, és dr. Viski József helyettes államtitkár urat, a MAHOP IH vezetőjét. Köszönöm az uraknak, hogy megjelentek a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet soros közgyűlésén, és elfogadták a meghívásunkat. Szeretném jelezni, hogy a közgyűlés a megjelent tagok létszámára tekintettel jelenleg nem határozatképes, ezért ahogy azt a meghívóban is jeleztük, megismételt közgyűlésként tartalom 11-kor. Javaslom, hogy ne tartsunk fel képviselőurat és helyettes államtitkárurat, mivel ezen napirendi pontoknál nem szükséges határozathozatal, így elsőként szeretném felkérni Erdős Norbert Európa Parlamenti képviselőurat, hogy tartsa meg közgyűlési megnyitóját, és tájékoztassa az ágazatot érintő 2020 utáni Európai Uniós támogatásokról. Képviselőurat! Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm Önöket, engedjék meg, hogy inkább egy ilyen beszámolót tartanék, hogyha Önök úr azt engedélyezi. Ugye elindult a következő 7 évnek a tervezése, ez majd ugye 2021-től indult el. Ennek a 2021-től életben lévő programnak az előkészítése gyakorlatilag már a tavalyi évben elkezdődött, és nagyon komoly harcokat vívunk, és engedjék meg, hogy erről Önöknek beszámoljuk, és nagyon szép és nagyon jó eredményeink vannak. Én azt mondom, hogy egyáltalán nem túlzás, hogyha azt elmondom, hogy elnök úr segítségével, akire mindig támaszkodhattam, és itt hadd köszönjem meg az ő áldozatos munkáját, az ágazatért, ez egy közös siker egyébként, amiket mi elértünk. Tényleg mindenféle túlzás nélkül elmondhatom, hogy a legnagyobb magyar sikerekről tudok Önöknek beszámolni, sőt a legnagyobb édesvízi sikerekről tudok beszámolni, amit eddig az utóbbi, nem akarok nagy szavakat használni, de az utóbbi 15 évről nyugodtan beszélhetünk. Szerintem a legsikeresebb időszak van mögöttünk. Engedjék meg, hogy akkor erről beszámoljak röviden, átfogóan, ugyanakkor nem elveszve a részletek. Először is, a legfontosabb nyilván a pénz. A bizottsági ajánlás az tavaly nyár folyamán, nyár végén megjelent. A bizottsági ajánlás az egész ágazattól egy 4,5%-os elvonást tervezett be. Ez volt az ajánlat. Erre a mi bizottságunk hosszú-hosszú tárgyalások alatt, tehát mondom egy másfél év munkájáról szólok most egy pár percben, gyakorlatilag sikerült elérni azt, hogy maga a bizottság, a parlament halászati bizottsága 10%-os tőke növelést javasolt. Ez azt jelenti, hogy a 6,1 milliárd euró helyett 7,7 milliárd euróra tett javaslatot. Ez gyakorlatilag most a parlament szavazott is erről az utolsó ülések egyikén áprilisban. Gyakorlatilag az első olvasata ennek a számnak a parlament részéről megtörtént. Most nyilván a tárgyalások zajlanak, tanácsülés, agrárminiszterek tanácsa és a bizottság között a három oldalú tárgyalások zajlanak, de ami az én kompetenciám, amiért én voltam felelős, ez a dolog, ez rendben van a pénztekintetben. Második legfontosabb, itt túl Viski úr mellette, a jövőre nézve 87%-os megosztott irányítás a tett javaslatot a bizottság, ez nagyon fontosnak tartom, hogy mi a tagállamok szakemberei tudjanak dönteni arról az Önök bevonásával, az Önök véleményét meghallgatva, ezeket a javaslatokat belefoglalva, 87%-os megosztott irányításról beszélhetünk, szerintem ez mindenképpen jó magyarul, a tagállamok, magyarul a magyar szakemberek tudtak arról, az összes édesvízre szánt pénznek a
87%-át itt tudjuk eldönteni. Ami erre az országban van dedikálva, annak a 87%-ában mi döntünk, és csak 13% az, ami közvetlenül kell Brüsszelhez fordulni. Arról se kell lemondani egyébként, én nem azt mondom, hogy ez megszerezhetetlen pénz. Érdekes módon a közvetlen forrásokban mindig valahogy a régi alapító országok valahogy mindig sikeresebbek, ebben most ne is menjünk bele, hogy ez miért van így. Én azt gondolom, hogy ez a 87% ez egy nagyon szép siker, ezen lehet menni tovább ezen az úton. Visszanemtérítendő támogatások. A bizottsági ajánlás az volt benne, hogy gyakorlatilag az egész visszanemtérítendő támogatások rendszerét úgy, ahogy van, meg akarták szüntetni, gyakorlatilag csak kölcsön irányába akarták ellökni az egész ágazatot. Hát ez borzasztó, ezt nyilván ők jobban tudják, mint én. Gyakorlatilag ez az ágazat vissza nem térítendő támogatások nélkül én azt gondolom, hogy nem tud működni. Borzasztó volt a javaslat, azonnal megjugrottunk, nagy többséget sikerült ehhez szerezni, és sikerült elutasítani. Tehát azért példa arra, hogy tényleg amikor arról beszélünk, hogy brüsszeli bürokrácia, amikor a bizottság munkájáról beszélünk, akkor azért ez is egy olyan javaslat volt, ami látszik, hogy teljesen élettől idegen. Egy egész ágazatot tulajdonképpen nyugodtan elmondani, hogy padlóra tett volna, ez sikerült megakadályozni, ez is egy rendkívül jelentős eredmény. Négyes pont. Uniós támogatás a fiatal halászgazdaság átadásánál igénybe lehet venni. Tehát abban az esetben, hogyha az egyik őjük ön szeretné a másik kollégájának eladni, hogy önnek a halgazdaságát, akkor ahhoz most sem lehet ugye uniós pénzt igénybe venni. De hogyha ön már egy fiatal, egy pályakezdő vállalkozónak, úriembernek adná el, erre most már a mi tervezetünk szerint lehet majd a fiatal gazda, az vehet pénzt majd, vehet uniós pénzt igénybe. Ez egy új javaslat, ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen nagyon fontos, hogy az ágazatba kerüljenek ugye fiatal gazdákhoz. Tehát ez átmen, nem tudom, és ki úgy után erről. Ez egy nagyon fontos pont. Igen, azok még nincsenek, tehát másfél évig még a részletnek kidolgozás zajlik. Tehát ez nagyon hosszú munkafolyamat, de a legfontosabb vágásokat már sikerült betenni. Ötös pont. Termelő beruházások mellett akvaélelmiszeripari beruházás, állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági beruházása lehet európai uniós pénzeket felhasználni, ez gyakorlatilag megy tovább. Hatos pont. Környezetvédelmi és halászati adagyűjtési pénz édesvizekre is. Ugye erre az adagyűjtésre eddig csak tengeri országok vehettek, vagy használhattak föl uniós pénzt. Ez nyilván főleg az állami szektornak fontos hír, de ezzel is lehet tervezni jövőre nézve. Szerintem ez is jelentős eredmény. Ugyanezen a vonalon tovább haladva el lehet mondani, hogy most már a mi kutatóintézeteink, az egyetemeink, a horizont pénzekhez is könnyebben hozzájuthatnak a jövőben. Ez is nagyon nehézkes volt az elmúlt időszakban, és felírtam még egy új pontot, ami nem a mi módosítónk volt, mert engedjék meg, hogy elmondom önöknek, mert fontos, a GMO-s halak fejlesztésének a tiltása, így fogalmaznék, gyakorlatilag ugye teljesen leegyezik a mi elképzeléseinkkel, úgyhogy ez is egy siker belefoglaltatott dokumentum. Ezek azok a konkrétumok, amelyekről szerettem volna önöknek beszámolni, és hogyha egy picit távolabb megyünk, önök nagyon jól értik, hogy nagyon fontos, hogy az elméleti oldalról megközelített eredményekről is be tudjak önöknek számolni, ami nem feltétlenül kézzel fogható, de az ágazat számára rendkívül fontosak. Mire gondolom? Eddig egyáltalán az alapnevét Európai Tengerügyi és Halászati Alapnak hívták, sikerült az Erdős Norbert módosítójával elérni az, hogy most már Európai Tengerügyi Halászati és Akvakultúra Alap. Én azt gondolom, hogy az egész akvakultúrának a megítélését, az egész akvakultúrához való hozzáállást, az európai szintéren teljesen más szintre emeli. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly elismerése az ágazatnak, hogy az alap nevébe sikerült beletenni. Én nagyon büszke vagyok erre, hogy nem gondoltam, hogy ez sikerre lehet vinni ezt a
ezt az ügyet. Nyilván van innentől kezdve az egész apokultúrájukatnak a megítélése, hogyha az alapevébe is belekerül, egészen más megvilágításba kerül. Az akvakultúráról lesz külön fejezet. Eddig nem volt. Tehát ez is egy rendkívül komoly eredmény. A jövőre nézve ezek olyan alapok, azt gondolom, amire nagyon-nagyon biztosan lehet számítani, és nagyon büszkék lehetünk el, hogy a sikerültetőjük. Az édesvízi ágazat külön említése a fejezeten belül, hát ez nyilván nekünk, tenger nélküli országban, a magyaroknak, külön ugye, a szívünknek rendkívül kedves, ezt is sikerült elérni. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek önök között, nagyon jó volt az együttműködés, és nagyon boldog lennék, hogyha ez folytathatnánk a jövőben, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen a képviselő úrnak az elmondottakat, és azt hiszem, hogy tényleg megtiszteltetés számunkra, hogy a Halászati Szakbizottság tagja itt lehet közöttünk.